A jövő triatlonos reménységei vetették magukat a vízbe elsőként a hagyományos fesztiválon. Immár 13 éve rendezi meg Bátaszék a tavaszi nagy tömegsport rendezvényét, és ez idő alatt azt biztosan elérte, hogy megmozdítja a viadala várost. Családok, gyerekek együtt és külön, váltóban, csapatban, ki hogy bírta, választhatott magának a távok és a versenyszámok között. Az előző évben már fölmerült, hogy nagyobb részt kellene vállalnunk a szervezésből. Lehet ez talán azért is, mert elég jól kinőtte magát a rendezvény. Azt azért most már sokan tudják, hogy 2016 óta a legnagyobb városi rendezvények koordinálásáért, lebonyolításáért a Bátaszéket Marketing Nonprofit Kft. Felel. És ez egy jó kis kooperáció eredménye, hiszen Cenc Péter versenyigazgató volt az, aki megbízott és megkért bennünket, hogy egy kicsit többet segítsünk. És az elmúlt hónapok előkészítő munkája talán meghozta az eredményét, hiszen nagyon úgy tűnik, bár még erről, hiszen a friss adatokat nem ismerem, nem tudok nyilatkozni, hogy újabb néző, illetve jelentkező csúcs dölt meg, de ezt majd csak később tudom megmondani. Mindazokat össze kellett fognunk, azokat a segítőket, akik akár az óvodából, az általános iskolából, a gimnáziumból, vagy a Bátaszéki Sport Egyesületből vállalták, hogy segítőként részt vesznek a rendezvényen. Ez is célunk, hogy azért azokat a helyi értékeket megmozgassuk és lehetőségekkel éljünk, amelyek vannak Bátaszéken. Ilyenkor mindig igyekszünk bátaszéki vendéglátósokat idehozni ezekre a rendezvényekre. 12 esztendővel ezelőtt, amikor az uszoda megépült Bátaszéken, Cenc Péter a versenyigazgatója gondolt egy merészet, és elindította ezt a viadalt. Ma már egyértelműnek látszik, az évek őt igazolták. És arra gondoltam, hogy ezt az alkalmat meg kell ragadni arra, hogy a bátaszéki gyerekeknek legyen a játékos formában, úszás, kerékpár, futásba lehetőségük arra, hogy sportoljanak. Úgy gondoltam, hogy futni mindenki tud, kerékpározni szeret, és ezáltal az úszást is becsempészük a kedvencek sorába. Talán motiválja őket arra, hogy megtanulják úszni, amíg hiányzott Bátaszékről. A nevezők létszáma folyamatosan, tehát szerencsére most van a legmagasabb az indulók létszáma, vagy ebbe az évben, tehát úgy néz ki, hogy a gyerekek fogékonyak, és most már a Bátaszékén kívül az ország szinte minden részére jönnek mások is, tehát nem csak bátaszéki triatlon, hanem országos szinten is már jönnek az amatőr sportolók, de én azt szeretném továbbra is elsősorban bátaszéki gyerekeknek legyen meg a lehetőségük a sportolásra, az óvodástól kezdve egész a veteránokig sportoljanak Bátaszéken. A rendes körülmények között ez két napig tartana, amennyi versenyszám meg futam van, mi még ezt megcsináljuk fél nap alatt, tehát itt a rendezőktől hatalmas odafigyelés követel, és elnézést kérünk attól, akinél rendezési hiányosság miatt egy kis kellemetlenséget okoztunk, mert előfordul ez, hogy tényleg annyira besűrítettük a futamokat, hogy szinte együtt kell rajtolt az összes mezőny, és így nehézséget okozott a rendezőnek is, nekik is, de viszont látványos volt, hogy gyorsan legörült. A legprofibbak kora délután vágtak neki a távoknak, miközben a családi és gyerekversenyzők már jól megérdemelt díjaik átvételére készülődtek. Míg várakoztunk, Nagy Ákossal, az úszók és karatésok edzőjével beszélgettünk arról, mit okozott a város sport életében a triatlon fesztivál. Én azért elég ugye, külterületen lakom, és látom, hogy amikor közeledik a molyhos futás, a bátaszéki triatlon, akkor úgy felpesdül a nép, és egyre több embert látok Bonyhád felé biciklizni, egyre több ember megy az Orbán-hegy felé futni, egyre többen mennek a Molyhost felé futva, és azért az úszodában is azt gondolom, hogy egy kicsit fellendül az élet ilyenkor tavasszal, tehát sokkal többen jönnek. Nyilván ehhez hozzátesz a tavasz, a napsütés, az újrakezdés, de azt gondolom, hogy ez a rendezvény is. Tehát azt gondolom, hogy a legnagyobb jelentőség ennek a versenynek, hogy összetartja a bátaszéki sportolókat, a sportéletet, a családokat, mindenki, aki egy kicsit szimpatizál a bátaszéki sporttal. A létszám tekintetében mindenképpen egy lineáris növekedés van, azért ebben az időjárás mindig meghatározó, tehát amikor látják az emberek, hogy rossz idő lesz, akkor annyira nem szeretnek annyira kimozdulni, tehát az extrém időjárási körülményeket annyira nem. De hogyha például az időeredményeket nézem, az hogy a generációk mennyire felkészültek, azt gondolom, hogy már köszönő viszonyban sincs a 11-12 évvel ezelőtti indulók minőségében jelentős változás van. Én ilyenkor mindig azt mondom a sportolóimnak, tényleg ezt nem a győzelem a fontos, hanem induljunk
próbáljuk ki magunkat, lehetőleg minél extrémebb távon, tehát fussunk ki a molyoshoz, vagy csináljuk meg a fordított triatlont egyéniben, meg váltóban, és azt gondolom, hogy büszke vagyok rájuk, mert most már nem is kell nógatni őket, hanem ez evidens számukra, hogy amikor jön a május, akkor elindulunk. Igazi társadalmi esemény lett a viadal. Önmagukat sportos családoknak tartók számára evidencia az indulás. A részvétel és a közös öröm is a dobogón. Így van ez Módocéknál is, ahol az egész család, van aki több számban is, a rajthoz állt. Én most futottam, én most arra nem készültem, kerékpárra készültünk, mert voltunk az Ultra Balatonon, az egy 220 kilométeres Balatonkör, arra készültünk, de az kerékpárra, hát ezt most lefutottam. Most majd megyünk még a baráti váltóba, várom a társaimat, azért öltöztem már át én is. Én ma már nem indulok más számba, nekem ez elég volt, ez a kevés bringa, mert én is a Balaton túrán, ahogy voltam, azért az egész kimerített engem ez a 220-230 kilométer. Szeretjük ezt a versenyt, egy az, hogy ritkaság számba megy, hogy itt Bátaszéken ilyen színvonalas jó tömegsportrendezvényt szerveznek, és nem kell elutazni, helyben van, és általában most az idő is csodálatos, úgyhogy én szerintem minden adott hozzá, egy jó hangulatú verseny legyen, és azt gondolom, hogy az is elég végignézni ezeken a srácokon, kislányokon, hogy milyen lelkesedéssel csinálják, űzik, hajtják egymást, drukkolnak egymásnak. Szerintem fantasztikus. Az első perctől, ahogy ez kezdődött, igyekszem minél több embert invitálni, és mondani neki, hogy gyertek, mert ez egy nagyon jó dolog, és én szeretem. Én nagyon becsülöm azt, így van, hogy ide hozzák, mert mi elmegyünk rendezvényekre, és hogy ingyen van, és hogy itt van. Ezt aki nem megy el máshova, az nem is tudja értékelni. Ez szerintem egy szenzációs jó dolog, hogy itt van nekünk helyben. A 13. Bátaszékét Triatlon Fesztiválon 331 fő versenyzett a meghirdetett 21 kategóriában. Ezzel az idei lett a legsikeresebb a Bátaszéki Triatlon történelmében.